Tisztelettel köszöntöm a Szabadkai Rádió hallgatóit, Temunovics Réta vagyok, stúdió vendégem pedig László Bálint, a Magyar Remény Mozgalom elnöke. Köszöntöm a stúdióban. Üdvözlöm a hallgatókat. A 2013-as év véget ért, mi mindent hozott ez a Magyar Remény Mozgalomnak, milyen terveket sikerült megvalósítaniuk az elmúlt év során? Tavaly esztendő az egy mozgalmas év volt a Magyar Remény Mozgalom szempontjából is, de én azt gondolom, hogy az itteni délvidéki magyarság szempontjából is. Egyaránt nehéz kiemelni olyan történéseket, amelyek talán megkülönböztetik magukat az összes többitől, de talán ilyen ugye a csúrogi szerb-magyar elnöki főhajtás, amely hát ugye nagyobb visszhangot váltott ki Szerbiában. Mi ennek kapcsán is elmondtuk azt a véleményünket, hogy nem elég ez a főhajtás, illetve az a nyilatkozat, amit elfogadott a szerb parlament, hanem azt gondoljuk, hogy vannak még olyan lépések, amelyek nem csak szimbolikus értékűek, és meg kellene hozni. Többek között nyilvánvalóan az, hogy eltöröljék például azokat a határozatokat, régebbről eredő határozatokat, amelyek még mindig érvényben vannak, például a csurogi, mozsor, illetve zsabja községi magyarsággal szemben, amelyek ugye a háborús bűnösöknek minősítik a magyarokat. Ugyanakkor benne van a vagyon visszaszármaztatásról szóló törvényben továbbra is az a cikkely, amely kimondja, hogy tulajdonképpen azok, akik annó a II. Világháború idején délvidéken a magyar, illetve német csapatokat erősítették, azoknak a leszármazottai háborús bűnösök, és hát ezt hiába mondják, hogy egy másik törvényel korrigálták, ilyen a joggyakorlatban nincsen, tehát ezek a törvények, illetve ezek a rendelkezések továbbra is érvényben vannak. Ugyanakkor kiemelném például a délvidéki területi autonómiáért folytatott küzdelem egy nagy lépését, miután ugye tavaly áprilisban a szerb és a koszovói kormány elfogadta a brüsszeli megállapodást, amelynek értelmében az észak-koszovói szerb többségű községek egy autonóm körzetet fognak, illetve alakíthatnak ki. Ennek egy preambulumát már megfogalmazták akkor ebben a megbeszélésben, illetve egyeztetések során. Ezt most, hogy októberben, illetve az ősszel lezajlottak a helyhatósági választások Koszovó területén, most már egy olyan legitim önkormányzati vezetés van ezekben a szerb lakta községekben, ahol ezt a statútumot, illetve ezt az egész autonómiaformát életre lehet hozni. Már az alapszabályát, illetve a statútumot ennek az autonómiaformának most dolgozzák ki. Én azt gondoljuk, hogy a délvidéki magyarság szempontjából is sok érdekes elemet tart, amely példa mutató lehet az itteni magyarság számára, és hát hivatkozási alapot jelenthet majd a szerb kormánya szemben. Ugyanakkor egy kicsit átugorva az idei évre is már, ehhez tudjuk, hogy ahhoz, hogy a délvidéki magyar többségű régió létrejön, ez az a magyar autonóm körzet, amit még anno a Magyar Koalíció Választási Szövetség pártja is elfogadtak, és a Magyar Remény Mozgalom is képvisel, tehát ez a magyar autonóm régió tervezete, ez akkor valósulhatna meg, hogyha a magyar kormány megfelelő támogatásáról biztosítja ezeket a szervezeteket, akik ezt képviselik. Sajnos ezt tapasztaltuk eddigi megkereséseink alapján, hogy a jelenlegi összetételű magyar kormány erre nem igazán hajlik, ezért azt gondoljuk, hogy az idei évi parlamenti választások Magyarországon döntőek ebből a szempontból is, és reméljük, egy olyan nemzeti kormány fog most felállni, amely majd támogatja a délvidéki magyar területi autonómiának a törekvéseit, ugyanúgy, hogy Székelyföld esetében is ezt már tavaly megtették. Továbbá én az MRM szempontjából kiemelném azt a fontos lépést, hogy Strasbourgba az Európa Tanács őszi parlamenti ülésszakán egy küldöttséggel részt vehettünk, és az MRM kezdeményezése egy olyan küldöttség utazott ki Strasbourgba, amely ismertette az ottani képviselőkkel, európai képviselőkkel a délvidéki magyarság valós problémáit, hiszen nagyon keveset tudnak Európában arról, hogy mi is zajlik itt, sem a szerb kormány, sem az ottan lévő egyetlen VMS által delegált képviselő nem tájékoztatta megfelelőképpen az európai előjárókat eddig az itteni helyzetről, beszéltük a nyelvhasználati jogokról, a gazdasági helyzetről, a diszkriminációról, a magyar verésekről, és sorolhatnánk még, tehát az ezzel kapcsolatos valós helyzetjelentést azt mi megtettük, ennek nyilvánvalóan lesz folytatása is, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény volt, és visszhangot is váltott ki az itthoni sajtóban, illetve közvéleményben egyaránt. Talán ezek azok az események, amelyek mindenképpen kiemelhetőek a múlt évre vonatkozóan.
Városi szinten ugye mindenki tudja, hogy december folyamán a legutóbbi városi képviselőtestület ülésén gyakorlatilag a Magyar Remény Mozgalom által delegált képviselő László Gyula szavazatán múlt az, hogy elfogadásra került az évi költségvetés. Igen, ez így van, tehát az MRM-nek jelenleg ugye a szabadkai városi képviselőtestületben egy tanácsnoka van. Ez az egy tanácsnok a városi költségvetésre szavazott december végén. Mindez egy fontos téma volt, illetve vitára adott okot az MRM évzáró vezetőségi ülésén is, hogy miképp döntsön a párt abban az esetben, hogyha mi képezzük majd a mérleg nyelvét, de ahogy ugye az alapszabályunkban, illetve a programunkban is írja, mi azt gondoljuk, hogy még a legrosszabb magyar párt is jobb, mint a legjobb szerb párt, és ennek az elnek mentén, illetve annak mentén, hogy ugye most ismét azért csak magyar vezetése van ennek a városnak valamilyen szinten, rá kellett szavazni a költségvetésre, hiszen ha a költségvetés nem lett volna elfogadva, akkor minden bizonnyal az idei év első felében akár az egész városi hatalom is megdőlt volna, és rendkívüli választásokra került volna sor. Ami egyébként úgy gondoljuk, hogy az MRM-nek érdeke, illetve lett volna, illetve még mindig azt gondoljuk, hogy jobban járna, és a nagyobb támogatást élvezne most a városi képviselőtestületben, és nagyobb számban lennének jelen tanácsnokai, de ebben a helyzetben azt mérlegeltük, hogy inkább védjük meg a magyar érdekeket, és hát nyilvánvalóan tudtuk, hogyha felborul ez az egyensúly, akkor tisztogatásokra került volna sor a közvállalatokban, a különböző cégekben, ahol magyarok dolgoznak, és ezt nem el akartuk mindenképpen kerülni. Ettől függetlenül mi nem képezzük jelenleg a hatalom részét, és hát továbbra is ellenzékiként fogunk viselkedni, ahogy ebben az esetben is a tanácsnokunk megindokolta, hogy miért hozta ezt a döntést. A jövőre nézve milyen kihatással lesz ez a párt viselkedésére, ha fogalmazhatunk így? Magyar Remény Mozgalom továbbra is megpróbál következetes politikát folytatni. Én azt gondolom, hogy ez a döntés is ezt bizonyítja, tehát amit lefektettünk valamikor a kongresszusunk által elfogadott programban, azt képviseljük, ugyanakkor elmondjuk azokat a kritikákat, illetve javaslatokat, amelyek a párt programjában szerepel, illetve amelyekkel tulajdonképpen a polgárok sokszor hozzánk fordulnak, és ez a jövőben sem fog változni. Nyilván valami nyíltak vagyunk mindenkivel tárgyalni, amennyiben megkeresnek minket, de ha erről a jövőben nem lesz szó, akkor én azt gondolom, hogy tiszta a sor, további ellenzéki pozícióból folytatjuk a munkát. Beszélgessünk kicsit a 2014-es évről, számos választással előttünk, ugye a Magyar Nemzeti Tanácsban is várhatóak választások, ugye Magyarországon is beszélünk egy kicsit erről. Mivel a Magyar Remény Mozgalom, tehát jelenleg a tartományi és köztársasági parlamentben nem rendelkezik képviselettel, ezért abba belelátásunk, hogy mikor lesznek esetleg rendkívüli választások, ezen a két szinten ezt nem tudjuk felmérni. Nyilvánvalóan folyamatos a revesgetés arról, illetve szóbeszéd tárgyát képezi az, hogy választások elé nézünk. Mi ilyen találgatásokban nem akarunk és nem is fogunk belebocsátkozni, amennyiben kiírják a választásokat, akkor az elnökségünk, illetve a vezetésünk dönt arról, hogy miképpen fogunk azokon részt venni. Jelenleg egy biztos ugye, hogy a nemzeti tanácsok választására május vagy június folyamán a legszélsőségesebb esetben október folyamán sor kerül. A Magyar Remény Mozgalom erre viszont már gőzerővel készül. A tavaly év végén felkértük a jelöltjeink nagy részét is, most várjuk a visszajelzéseket, a programot is elkezdtük írni, és hát a nemzeti tanácsválasztásokra készülünk gőzerővel. Én bízom abban, hogy egy sikeres szereplés elé nézünk, és nagyobb súllyal tudunk részt venni az MNT munkájában. Eddig is konstruktívan álltunk hozzá a dolgokhoz, mint bizottsági, mint tanács szintjén. A jövőben sem lesz másképp, de azonban úgy érezzük, hogy kell egy ellensúly, amely most nincs meg az MNT-ben, és bízom, hogy ez az MRM lesz a jövőben. Az idei évre tervek vannak-e? Természetesen vannak tervek, ugye hát éppen a választásokról beszéltünk, sajnos a politikában ez sok minden befolyásol, így egy szervezet működését is. Az MRM-t is befolyásolja nyilvánvalóan, de mondom, elsősorban az MNT választásokra készülünk. Ezen kívül számos olyan rendezvényre számíthatnak a polgárok, amelyek az ifjúságot és az idősebbeket is megmozgatják igazán. Ezek a helyi szervezeteink által kerülnek majd megrendezésre. Továbbá a tavalyi év tavaszán bemutattuk a komplex közbiztonsági programunkat. Ez kevéssé nyilván kezéssé ismert a polgárok számára. A legtöbben ugye azt tudják, hogy a polgárőrség intézményesített bevezetés
kiterjesztését javasoljuk, illetve tettünk javaslatot többször is. Ezen kívül vannak olyan elemek, amelyek még bemutatásra fognak kerülni, mert azt gondoljuk, hogy ez egy komplex kérdés, és hát nagyon sok magyar lakta települést érint, ugye legújabb a Múzsián, de hát Szabadkán, illetve környékén is továbbra is nagyon rossz a közbiztonság, és ezen javítani kell. Továbbá ismertetni fogjuk azt a programállalminket, amelyek tulajdonképpen a szerbiai önkormányzati közigazgatás átrendezése vonatkozik. Itt elsősorban a számos vagy eltúlzott számú közvállalatokra gondolunk. Mi azt gondoljuk, hogy egy skandináv modell alapján ezt a közvállalati struktúrát ezt le kell egyszerűsíteni, egy központosított közvállalatot kell létrehozni, ezáltal megszűnének a különböző igazgató felügyelőbizottságok, amelyek tulajdonképpen kitalált pozíciók, és hát az ott funkciókat betöltő személyek csak a költségvetésből szívják el a pénzeket, ezzel hatalmas megtakarítást, illetve hatékonyságot lehetne elérni, és az erre vonatkozó részletes tervet szeretnék majd bemutatni mind a polgárok, mind az önkormányzatok számára. Egyelőre nyilván ott, ahol képviselővel is rendelkezünk, ez Szabadka és Magyarkanizsa, de a többi helyi szinten is. A Magyar Emi Mozgalom tovább fogja folytatni a polgárok tájékoztatását, cenzúra nélküli tájékoztatását. Jelenleg az internet adta lehetőségekkel élünk, de a helyi szervezeteink egy havonta, illetve két havonta megjelenő újság formájában is a polgárokat tájékoztatni fogja az ő tevékenységéről, illetve a közösséget érintő problémákról, illetve a megoldási javaslatokról is, amelyeket teszünk, és hát reméljük, hogy ez minél több háztartásba, minél több délvidéki magyarhoz, amit el fog jutni. Köszönöm szépen a beszélgetést, és sikerekben gazdag 2014-es évet kívánok. Én is köszönöm, és sok sikert kívánok a Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségének. Körkép, amiről beszélnek. A Szabadkai Rádió riport műsora.